Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják, amelyben sport témákkal foglalkozunk. Elsőként tekintsenek meg egy stúdióbeszélgetést a Bányász SK Ajka két asztali tenisz versenyzőjével egy szép siker kapcsán. Kérem, tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban két vendégünket, Pad Ágoston elnök urat, illetve Pad Franciskát. Szervusztok! Szervusz! Viszonylag ritkán találkozunk veletek, az asztali tenisz nem annyira jelenik meg a műsorainkban, reméljük ezen változik majd valami. Az apropó, hogy Franciska lett Veszprém megye legeredményesebb lánysportolója. Boldog vagy? Igen. Mennyire? Hát nagyon. Ez az első ilyen díjad, vagy azért már néhányszor kaptál jutalmat? Hát ilyen díj, most kapok ilyet először. Érmet is kaptál hozzá, oklevelet, ajándékcsomagot, mivel jár ez? Oklevelet kaptam hozzá, és egy üvegből készült díjat. Kik voltak a vetélytársaid, tudsz róla? Kikkel versenyeztél, kik indultak még ezért a címért? Saját kategóriádban, vagy egyébként egy más sportágakból? Hát itt Veszprém megyében a serdülő kategóriából talán még Sándor Kinga. Ő milyen sportágban versenyez? Asztali tenisz. Hány éves vagy, ezt rögtön meg kell kérdeznem, mert a te korodban még megtehetem. 12 éves. És mióta asztali teniszel? Már 6 éve. Ágoston, hogy került a kedves lányod, mert ugye ezt bevallhatjuk, hogy került a sportba? Levitted magaddal és ott ragadt? Én magam is asztali teniszezem már lassan 30 éve körülbelül, úgy számolom. Nálunk ez természetes családban, hogy valami pingpong mindig van, apa játszik valamilyen csapatban, és úgy láttuk, hogy itt az ideje, hogy a fiataloknak és a gyerekeknek is valamit megmutassunk erről a sportról, és szerencsére kedvet kapott, és ő volt az első gyermek a családban, aki követte az apját, és azt mondom, hogy nem csak követte, hanem most már túl is szárnyalta az eredményei alapján. Akkor érdemes büszkének lenni és versenyzőt nevelni a lányunkból? Én azt gondolom, hogy igen. Sok munka, sok lemondás, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy megéri. Franciska, milyen úgy edzeni, hogy apa árgus tekintettel figyel és időnként kijavít, beleszól? Ugyanaz a viszony köztetek, mint odahaza, vagy azért szigorúbb vagy enyhébb? Hát egy kicsit szigorúbb szerintem edzésen, de néha enyhébb. És amikor hazamentek, akkor vége is az asztali tenisznek, vagy ott folytatjátok, ahol abba hagytátok? Lekönyököltök az asztalhoz, és megy tovább a tervezgetés, az elemzés? Hát nem, hogyha iskolai időben, akkor általában a tanulás megy utána, és nem nagyon szoktunk pingpongról beszélni utána. Mennyi időd megy el ezzel a sporttal? Hetente hány edzés van, milyen időtartamban? Hetente 5 edzés van, 2,5 óra. Ezek délután történnek, vagy fele reggel esetleg, vagy délelőtt, vagy mindig csak délután, suli után? Mindig suli után, délután. És hogyan van a tanulás? Edzés előtt megy a tanulás, vagy utána? Utána. Melyik iskolába jársz, azt hadd tudjuk meg? A Bród Imre gimnáziumba. És milyen? Jó. Sokat kell tanulni? Igen. És sokat is tanulsz? Igen. Tudnak-e arról, hogy te ilyen magas szinten űzöd ezt a sportot? Hát, tudnak róla. És mit szólnak hozzá? Szerintem tetszik nekik, hogy... Testnevelő tanár úr azért ilyenkor gratulál, vagy el kell neki mondani, hogy beírjon egy ötöst, vagy nincs rá szükséged? Hát szokott gratulálni, és beír nekem egy ötöst. Örülök neki. Volt-e kitérő, mert azért 5-6 év ebben a sportban időnként gondolom elbizonytalanodtál, nem kacsingattál esetleg más labdajáték felé, vagy csapatsportok irányába? Hát... Néha kicsit elég volt nekem a pingpongban, mert már nehéz volt egyszerre tanulni, fel pingpongozni. És akkor mi történt? Elhajítottad az ütőt? Elköltöztél otthonról kicsit? Hát inkább nem annyira akartam pingpongozni, edzésre sem akartam nagyon menni. Ilyenkor mi történik? Mint edző és mint apa, keveredik a kettő? Szét lehet választani? Hát szét kell választani szerintem. Én láttam már sokféle modellt ezzel kapcsolatban, de én arra törekszem, hogy amennyire lehet, válasszuk ketté. Hát ilyenkor jön apa, és egy kicsit megbiztatja, kicsit megmotiválja, pihenünk. Tehát amikor pihenni kell, akkor nincs mese, akkor kicsit le kell állni, vagy visszább kell venni a sebességből, és akkor tényleg ki kell elégíteni azokat a szükségleteket, amik a pihenésre, a rekreációra, az életkori sajátosságokra vonatkoznak. Világos, hogy barátkozni kell,
szerencsére elég sokat utazgatunk a versenyek kapcsán is, tehát azt gondolom, hogy valahogy muszáj egyensúlyozni az életünket, hogy mindenki jól járjon ezzel az egésszel, és megmaradjon a lendület, ha nem is töretlenül, de legalábbis a hullám völgyeket azért megint hullámhegyek követhessék. Igen, kisebb legyen az ingadozás. Kicsit térjünk el Franciska teljesítményéről, beszélünk a szakosztályról, illetve rólad. Te is aktívan versenyzel még, vagy az elnökség, illetve az edzés az már egész embert kíván, és kicsit háttérbe szorult a versenyzői életed? Hát az idei évben még játszom aktívan a bányász csapatában. Az idén a megyei bajnokságban szereplünk. Eddig veretlenül vezetjük a tabellát, tehát azt gondolom, hogy jövőre megyünk fel az NB3-ba, akkor majd leülünk újra a csapattal, és megnézzük, hogy ki fog maradni, és esetleg kinek a helyére igazolunk. Én is már közelebb vagyok az 50-hez, úgyhogy szeretném átadni a fiataloknak a lehetőséget, az egyértelmű. Franciska játszik, szeretnénk még mellé fiatalokat igazolni, és tényleg játszanak ők. Van-e kettőtök között korosztály? Tehát itt igazából mindig minden sportnál kritikus pont az utánpótlás, illetve az utánpótlás helyben tartása. Mi a helyzet? Mi ezzel nálatok? Nálunk ez filozófia, hogy utánpótlás nevelünk, tehát mi nem azok közé, a csapatok közé tartozunk, akik vásárolják a játékosokat, igyekszünk utánpótlást nevelni. Sikerül is? A Franciska környékén is vannak tehetséges játékosok, tehát gyakorlatilag minden évben 4-5-6 játékosunk ott van az országos ranglistákon. Mi országos versenyekre visszük őket, tehát ez a cél, hogy minőségi, tényleg minőségi utánpótlás legyen. Aztán, hogy sikerül őket helyben tartani, ez egy teljesen más kérdés, ez már nem csak rajtunk múlik, de azt gondolom, hogy rengeteg jó játékost adtunk az országnak, más csapatokhoz igazoltak jó játékosok, akik aztán magas ligákban játszanak, és Ajkáról indultak. Elég nagy a korkülönbség köztetek, ez nyilván egyrészt életkori sajátosság, de ez tükrözi-e azt, ami az egyesületen belül is van? Tehát van generációs kimaradás, vagy azért minden korosztály képviselteti magát edzéseken? Az túlzás lenne mondani, hogy minden korosztály. Vannak generációs szakadékok, azt gondolom, amik nincsenek betöltve. Ez egyszerűen csak abból is adódhat, hogy nem mindig voltak jó időszakok a klub életében, tehát volt, amikor elveszett az irányítás, senki nem fogta a gyeplőt, és a játékosok mentek, amerre mentek. Ez nem olyan nagy probléma, dolgozunk rajta, hogy ez egészségessé váljon, és tényleg mindenki találjon a maga korosztályában, vagy fölötte levő példaképeket, és nem szakad szét apákra és gyermekekre talán. Több ilyen családi példa is van az egyesületen belül, hogy apa is versenyez, lánya is, esetleg a hölgyeknél ugyanez, vagy fiúkkal keresztben. Vagy ti vagytok az egyetlen, vagy nem, ez jellemző. Itt Ajkán is jellemző, hogy vannak ilyen sportos családok, ahol generációkon keresztül, több generáción keresztül adódik a sportágnak a szeretete, és az országban is, amerre járunk, ezt látjuk, hogy sportoló szülők ülnek a nézőtereken. Tehát ez szerintem egészséges is egyébként, mert át tudjuk élni nagyjából a helyzetüket, mi magunk is ugyanennyi időskorunkban ugyanezeket élhettük át nagyjából. Ez nagyon jó dolog. Franciska, te hogy érzed? Meddig tart még a lendületed? Mi a végcél? Van-e egy nagy célod, hogy mondjuk olimpia legyen belőle, vagy elég egy világbajnokság? Merre tartasz? Vannak-e ilyen nagy mérföldkövek már az előzetes terveidben? Hát szeretnék menni olimpiára, igen. És nagyon sok sikert szeretnék elérni még ezen kívül is. Mi a következő verseny, ahol szerepelni fogsz? Jövő héten a magyar bajnokságon Budapesten fogok játszani. Izgulsz? Vagy meccs előtt jön ki inkább az izgalom? Hát meccs előtt szokott kijönni inkább. Hogy néz ki egy edzés? Vannak korosztályodból több versenyző, akivel tudsz edzeni, vagy inkább magasabb korosztályokkal, esetleg édesapával edzesz? Apával szoktam. És ki szokott győzni? Hát apa inkább, de... Nagy a küzdelem egyébként? Hát igen, apában nagyokat szoktunk küzdeni egymással. Szeretnéd, ha egy kicsit engedne? Vagy azért észreveszed, amikor kicsit enged, és akkor rászólsz, hogy nem lehet, mert szigorúnak kell lenni? Hát inkább ne engedjen. Engedékeny vagy egyébként? Hajlamos vagy taktikázni, vagy a küzdelem az küzdelem? Azt gondolom, hogy néha lehet egy kicsit,
de tehát az erőviszonyoknak, azoknak világosaknak kell lenni. Szerintem nincs annak értelme, hogy, hogy hívó ábrándokba ringatunk valakit, és amennyiben meg nem én vagyok az ellenfele, akkor ott esetleg kellemetlen meglepetések érik. Egyébként most már nem én vagyok igazándiból az edzőpartnere, hanem a válogatottnál azért, ahova emléletileg hetente bejáratos, ott azért már nagyon komoly edzők és edzőpartnerek állnak a rendelkezésére, tehát amikor itthon van, akkor játszom vele én. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mennyire rendezett, illetve stabil az anyagi háttere a szakosztályotoknak. Van-e lehetőség tovább lépésre? Terveztek-e valami fejlesztést? Most azért azt gondolom, a város életében elég nagy változások történtek. Megjelenik-e ez a ti életetekben? Azt gondolom, hogy a szakosztály élete olyan szinten rendezett, hogy jó kapcsolatot ápolunk az Országos Szövetséggel, és az Országos Szövetség segítségével tudunk talpon maradni. A helyi finanszírozásunk az jelen pillanatban nem megoldott. Most inkább megint a tárgyi, illetve a létesítmény vonalon látszik egy lehetőség. A minisztérium támogatásával úgy tűnik, hogy épülhet a városban egy asztali tenisz csarnok, ami azért roppant nagy segítség lenne. Milyen stádiumban van ez? Ez pályázati pénzeken múlik, szponzorokon, esetleg TAO-s támogatásokon, mert a múltatok már megvan hozzá. Mi az, ami leginkább hiányzik? A TAO-ban mi nem vehetünk részt, mert nem vagyunk látványsporták, tehát a minisztérium egyéb forrásaiból és az Országos Szövetség lebonyolításában tud ide kerülni egy nagyon jelentős összeg. Itt tárgyalások folynak a város és a minisztérium, illetve a közvetítő Országos Szövetség között, és jelen pillanatban úgy látom, hogy a helyzet biztató. Mikor lesz konkrét eredmény? Tehát mennyire várható, hogy ezek elhúzódnak, illetve hát a tervezéshez, tovább lépéshez nyilván kell valamennyire szakaszolni ezeket a tárgyalásokat? Ahogy én tudom, a tervek készen vannak, a finanszírozási terv is készen van, ez 2016-17 folyamán fog realizálódni két lépcsőben, tehát ez egy két éves beruházásnak néz ki most. Ezeket tudjátok saját erőből? Tehát te vagy a pályázatíró, illetve összeültök, ki az, aki szakmailag ebben segítséget tud nyújtani? Nem, itt ezt egyértelműen a város veszi magára. Mik a terveitek? Hány versenyen indultok, feszített lesz-e a program, vagy azért egy könnyebb évet terveztek? Semmiképpen nem lesz könnyű év. Miután a válogatottban most már stabilizálta a gyerek a helyét, így rengeteg válogatott program vár rá, továbbra az országos versenyek, amik eddig is voltak. Helyt kell állni a helyi csapatban is, ahol minden mérkőzésen játszik, tehát én azt gondolom, hogy ez egy feszített év lesz. Bízunk benne, hogy nyáron majd azért valami kis lazításra is lesz lehetőség. Franciska, két hét múlva találkozunk egy arannyal? Hát igen, szeretnék egy aranyat. Legyen így. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, sok sikert kívánok, szervusztok! Köszönjük!